kedves tanulók, a mai géptani gyakorlaton a feladatunk az alsódobos liszcentrifugának a teljes karbantartása, a hibás retesznek a kicserélése, legyártása és a csapágyak ellenőrzése és az ékszíj beállítása, majd a végén egy liszcentrifugálással fejezzük be a mai gyakorlatot. Izgalmas feladat az élelmiszeripari gépkezelő szakmai képzés egyik gyakorlati óráján. Heggesztés, pneumatika és hidraulika, változatos gépsorok, izgalmas berendezések. Mindegyikkel megismerkedhetsz, ha ezt a szakmát választod. Az élelmiszeripari gépkezelő képzés 3 éves. Az első évben ágazati alapozó oktatás folyik, ahol 16 órában tanulnak szakmai alapozó tárgyakat, ebből 11 óra gyakorlat, és ez nagyon sokat számít a fiúknak, lányoknak, hogyha itt vannak, hiszen a gyakorlat mindig jobban megfogja őket. Az alapozó oktatásban megismerik az élelmiszeripar összes ágazatának a nyersanyagai, technológiai alapműveleteit, betekintést nyernek munkavédelem, higiénia területébe. Az év végén ágazati alapvizsgát tesznek, majd ha az sikeres, akkor léphetnek tovább a szakmai oktatás évfolyamára. Már csak 9 órában tanulnak közismereti tárgyat, az összes többi az szakmai tárgy. Mindegyiknek nagyon nagy jelentősége van, hiszen a végén a szakmai vizsgán mind szerepelni fog. Fogyó elektródás CO heggesztőt fogjuk gyakorolni. Ennek a élelmiszerparban nagy hagyománya van már, mert itt már nem kell az elektródákkal heggeszteni. Az összes élelmiszeripari ágazat gépét megtanulják elméletben, hogy hogyan épülnek föl, mi a feladatuk. Gyakorlaton viszont megtanulják a szerelésüket, megkeresik rajta a hibás alkatrészeket, kisebb alkatrészeket kijavítanak, legyártanak, karbantartásokat végeznek, megtanulják a korszerű technológiát. Is. Szeretem a gépkarbantartást, mert amik a gépek elromlottak, azokat megjavítani, és akkor így újból tudnak működni. Ez nagyon érdekel, ez a gépészet és az élelmiszeripari tantárgy. Megtetszett nekem ez a szakma. A mai pneumatika órán nem fognak kelleni a füzetek, ugyanis már felvázoltam nektek az órának a menetét. Ezt a működési sorrendet fogjuk most először átnézni, utána pedig összeállítani, és hogyha megértettétek a működését, akkor majd a gyakorlatban is összeállítjátok. Nekem kifejezett kedvencem a pneumatika. Tanárnő elmagyarázza, hogy mit hogy kell csinálni, hogy mi minek a neve. Elméletben ugye megkapjuk az anyagot, és azt ki lehet próbálni gyakorlatban is. Össze lehet rakni, össze lehet állítani, és utána a saját kezi munkákat ki is lehet próbálni. Egy pogácsa szaggatót, egy kiszúrót fogunk csinálni. Lemez hajtogatás lesz majd, ez készülékkel fog történni. Utána kalapáccsal lesz majd a hajtás, végérvényesen kézjollóval ki lesz majd vágva a megfelelő nézetalak, és utána pedig a pontheggesztővel meg lesz heggesztve. Mivel a gyakorlati órák többségben vannak, ezért ugye a manuális készségeket fejlesztjük nagy mértékben. Probléma kereső, probléma megoldó készségeket is fejlesztjük náluk, hiszen egy gépen megkeresni a hibás alkatrészt, az alapján, amit a technológus elmond, hogy nem működik a gép, az alapján neki rá kell jönni, hogy miért nem működik, mi nem működik benne, és a problémát meg kell oldani. A csapatmunka is erősítésre kerül, hiszen összedolgoznak, együtt dolgoznak, nem csak a saját szakmájukkal, hanem az elektronika területén, a villanyszerelőkkel, a mechatronikusokkal, tehát mindenkivel együtt kell tudni dolgozniuk. A jövőben az a tervem, hogy Nagykőrös közelében a élelmiszeripari gyárakban elhelyezkedni. Én személy szerint tovább akarok tanulni, legalább egy érettségi vagy esetleg több szakma, és utána nekiállni dolgozni. Akik itt végeznek élelmiszeripari gépkezelő szakmában, bármilyen élelmiszeripari üzemben, konzervgyárban, üdítőital, ásványvíz üzem, csokoládégyár, teipar, mindenhol el tudnak helyezkedni. Feladatuk az a működő gépsoroknak a beállítása, karbantartása, felügyelete, hibás alkatrészek kijavítása, együtt dolgozva a mérnökökkel és a technikusokkal. Annak ajánlom ezt a szakmát, aki jól használja a kézi szerszámokat és a gépi szerszámokat. Annak ajánlom igazság szerint ezt a szakmát, aki szeret gépekkel foglalkozni, szereti a különféle gépeket megszerelni esetleg, vagy szétszedni, összerakni. Azért válaszd ezt a szakmát, mert egy piacképes, innovatív területen tudsz elhelyezkedni, az élelmiszeriparban dolgozva
mindig lesz munkád. Ha szeretnéd megismerni az élelmiszeripari gépeket és működésüket, érdekel a hatékony probléma megoldás, szeretsz csapatban dolgozni és imádsz szerelni, akkor válaszd az élelmiszeripari gépkezelő szakmát. Jó móka, hogyha van valami, amit lehet szerelni. Ha szeretsz szerelni, itt a helyed.